Na jó estét mindenkinek, sziasztok! Az a helyzet, hogy ez egy kihagyhatatlan zítszer, de teljes mértékben. Nem tudom, hányan tudjátok egyébként, lehet, hogy beszéltem már ilyenekről, de én mocskos módon rohadtul nagy Lovecraft rajongó vagyok. Itt figyel az összes műve egyébként a polcaimon, szóval sejtétek egyébként, amikor meglátom, hogy van Call of Cthulhu játék, és nem kapott szar értékeléseket, akkor nekem ebbe bele kell néznem. Szóval bele fogunk nézni, jó? Tehát ez a legegyszerűbb igazából, tökéletes. Loading profile, közben ugye nyilván nekem elő kellett készülnöm egy-két dologgal, de ami nagyon fontos, hogy nem tudom hányan játszottatok vele, írjátok meg nekem mindenképpen. Én viszont még nem. Jó, tehát én szeretném mindenképpen azt, hogy indítok egy új játékot, megnézzük, Crosshair, oké, tehát lövöldözni is fogunk, indítok egy új játékot, megnézzük, hogy mit tud, és aztán majd kiderül, hogy mennyire tetszik. Jó, tehát én sem tudom, apply settings, természetesen, igen, apply change, tökéletes, és akkor nézzük csak, hogy mink van sound control, gondolom, hogy van tutoriál, szóval menet közben majd ki fog derülni, mi a helyzet, indítok egy new game-et, megnézzük, hogy mennyire szép, mennyire nem szép, hogy működik, mennyire hű az eredeti, ez azért egy ilyen címmel kijönni, ez bátorságra van, jó? Tehát Lovecraft az pont nem az, akinek a műveit nagyon könnyű adaptálni, szóval remélem nem csak a cím hasonló, jó? Tehát nézzük meg akkor, hogy mit tud, empty, és úgy látom, hogy nincs is egyébként mi az Isten választás, nehézség választás, szóval majd meglátjuk. Oké. 1924-ben járunk, tehát ezt már tudjuk. Hamarosan betölt, én pedig szerintem úgyis cutscene fog jönni, úgyhogy elkussolok menet közben, addig még megvárjuk a zöld csíkot. Na hajrá! Ez gyors volt, oké, szóval akkor valami belső nézetes mutatvány ez az egész, oké. Jó. Nagyon-nagyon ilyen immediate rest, tehát hogy mi történt, hogy történt, miért történt, nagyon remélem, hogy menet közben majd fogunk válaszokat kapni. Jelenleg még olyan túl sokat nem sikerült, oké, így kell guggolni, ami azt jelenti, hogy arra nem fogunk tudni menni. Aha, ja, az le van zárva, jó. Akkor fordulunk. A hangok egyébként nagyon-nagyon jók, jó, tehát csak szeretném jelezni, hogy hangulat az megvan neki. Gugyorodjunk, menjünk be. Másik, hogy futunk? Nem így, oké. És akkor gondolom azt sem fogom tudni kinyitni. Ja, azt sem fogom tudni kinyitni természetesen, miért tudnám? Forduljunk, oké. Azért egy... kicsit több felvezetést azért szerettem volna, alapvetően, de nem baj. De úgy látom, hogy akkor lámpa... Az mi? Oké, az irányítás az jelenleg egy kicsit durva. Rendkívüli módon érzékeny. Valahogy nekem akkor föl kéne vennem egy lámpát, hogy megyek át oda. Így megyek át oda, oké. Tehát a sötétség ellen kell nekem rendkívüli módon küzdeni. Tök jó. Csak tudnám, hogy merre. Jó, tehát... ja, ilyenre nem emlékszem a novellából, szóval innentek kezdve fogalmam sincs, hogy mi van, de nagyon úgy néz ki, hogy hajókázunk egyet. Hajókázunk. Aha. Nem hajókázunk, akkor megyünk visszafele. Hogy futok? Azzal, oké. Okay. Kiváló. Dobozokat tudok nyitni? Nem tudom, hogy mi ez. Pedig azt hittem, hogy hajókázni fogunk, de nem. Jó, tehát hajóz el velem, hív a messzeség. Ah! Ez az, tökéletes bolt cutter. Akkor most ezt is kinyitjuk, természetesen. És nem kell inventoryban turkálni, ez tök pozitív. Ez totálisan tök pozitív. Nekem szimpatikus.
Oké. Nem lepődtem meg, jó? Egyáltalán nem lepődtem meg. Kicsit sem. Véletlenül sem. És nem zavar, hogy jelenleg ez inkább amnézsának tűnik, hogy egyszer semmivel mászkálunk. Remélem, hogy nem fog tudni leégni a lámpám csak úgy, és nem kell cserélgetni, az egy nagyon genyú mechanika lenne. Most el... Oké. Nem tetszik neki az áldozat. Nem baj. Nekem sem tetszik. Jó, már ketten vagyunk. Jó, így lehet. Oké, most mutatta, hogy így lehet futni. Tökéletes. Szóval ne harcolj, kiválasztottál. Nem akarom kiválasztatni magamat. Köszönöm szépen. Jó, fasz. Perhaps you will attempt to change your destiny. Szóval utálom a viszkit, közben meg itt csápos álmai vannak neki. Csápos álmoknak. A zene az rohadt jó. Oké. Értem, azt mondja, Edward, azt mondja, hogy egy házas nő elszökött a barátnőjével, a férj nem érti. Tehát azt mondja, hogy hetekkel a nyomozás után is hívogatta. Szóval, nyomozók vagyunk. Ez annyira tipikus egyébként, hogyha nem tudom, hogy ki játszott egyébként a Call of Cthulhu RPG-vel, a klasszik papíros könyves egyébbel. Imádtam, jó? Tehát nem tudom, hogy hol vannak, hogy vagytok-e egyáltalán itt ilyen asztali RPG rajongók, aki van, az légy szíde a komment szekcióba írogassa, jó, mondjuk a kedvencét. Nekem a Cthulhu volt az egyikem. Igen, tehát mindenféle ilyen archeológia, lingvisztika és a többi könyvek. Tipikus, annyira tipikus egyébként, annyira tipikus, de tényleg, tehát rengeteg dolgot lehetett benne játszani, de mégiscsak a nyomozó volt a klasszikus. Jó, tehát mindig valami hasonló dolgok történtek átlag emberekkel is, de a nyomozó az mégis kicsikit életképesebb volt. Oké, itt semmi. Könyvecske? Aha. Szóval régen sokat olvasott. Az micsoda, gondolom az engedély. Oké, azt mondja, hogy a Wentworth ügynökség az nem éppen a legmagasabb rangú ügyfeleket vonza. Hát ez van, ez van, ez van. Kapcsoljunk zenét szerintem, jó, hogyha lehet, ha lehet, nem tudom. Hú, az irányítása valamit kezdenem kell, gyerekek, mert annyira hirtelen mozdul, hogy az valami félelmetes, nem én rángatom, mint a hülye. És ugye tényleg a konzollal az a legnagyobb probléma egyébként, hogy egérhez képest azért nem annyira annyira pontos, ez itt tökéletes, köszönöm. Igen, szeretném. Kilép. Ez már egy fokkal jobb, ez már egy fokkal jobb. Jó, hogy ezt csak lekapcsolni tudom francba, pedig a zene az jó volt, na mindegy. Akkor nézzük csak, hogy merre fele tudok menni. Teflon. Klasszikus régi tapizós fon. Meg ott is van valami, amit nem olvastam még el. Na nézzük. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sheffield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Na, szóval telefonáltak, hogy ugye sajnálatos módon a fájljaink, az adataink, azok megsemmisültek egy tűzben, szóval ismét föl kell vennünk, ugye, föl kell venniük az adataikat. És nagyon RPG-re vették, ami azt jelenti, hogy igen, tehát, hogy ja, osztogathatunk pontokat, ami tök jó egyébként. Tehát nézzük csak, hogy mi van itt. Azt mondja, hogy eloquence, nem tudom, hogy mi az Isten az. Azt mondja, hogy rejtett helyek, pszichológia, okkultizmus, gyógyászat, erő. Azt mondja, hogy 8 darabon van összességében, amit el tudok osztani pontot. Nézzük csak, azt mondja, hogy ez a meggyőzés, igen, tehát, hogy vagy karizmának is mondhatni igazából. Könnyen tudom manipulálni, vagy meggyőzni az embereket tőle, azt mondja, hogy ezzel pedig
Rejtett tárgyakat könnyebben észre fogom venni. Igen. Pszichológia. Mit tudok vele csinálni? Igen. Az, hogy az emberi viselkedés tudása. Könnyebben meg fogom érteni az emberek motivációit, vagy könnyebben tudom analizálni. Tök jó. Okkultizmus. Jó sok kell hozzá. Igen. Ja, tehát hogy könnyebben fogom tudni megállapítani mindenféle dologról, hogy okkult eredetűje vagy sem. Gyógyászat. Oké, ezzel könnyebben fogom megállapítani egy gyógyszernek az adagolását, diagnózist felállítani, és orvosi problémákat megoldani. A nyomozás az pedig... az 3/5, igen. És ugye ezzel könnyebben fogom tudni megérteni ugye a múltbeli eseményeket. Most 8-at tudok összességében elosztani, szóval fogalmam sincsen olyan túl sokat. Jelenleg nem akarok tökölni vele. Pszichológia az egy hasznos dolog, 4-be kerül. Okkultizmus 4-be kerül. Gyógyászat 2-be kerül. Szerintem én most tolok egy kicsikét az okkultizmusra, hogy kicsit többet értsek belőle. Egy kicsit nyomok a pszichológia. Jó, hogy egyszerre csak egyet töltök. Tök jó. Következő szint, oké. Jó, el is használtam, akkor tökéletes. És akkor... validét. Ja, indítsuk. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you stupid? I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes. Please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Na szóval ugye megjelent itt az úri ember, ki rendkívüli módon el van tájolva, ugye? Tehát ez szerint a kedves nyomozónk, ugye Edward Pierce az nem egy nagyon-nagyon kedves és jó ember, innentől ellenben legalább rendkívül alkoholista, ugye tipikus, nagyon-nagyon jól hozzák az egészet.
Szóval, a lényeg az, hogy az úriember az ugye elvesztette a lányát, akit ugye őrültnek tituláltak mondván, hogy megölte a családját. Na most ő szeretné az ellenkezőjét bizonyítani méghozzá azzal, hogy elhozta hozzánk az egyik festményét, hogy próbáljuk meg analizálni és rájönni arra, hogy mi az Isten is történt itt. Illetve hagyott nekünk fájlokat, szóval úgy tűnik, hogy nyomozgatós játékkal van dolgunk, nyomozgassunk egy picit, nézzük meg. Azt mondja, hogy nem tudom, hogy hogyan lehet egyébként elkussoltatni, na mindegy. Oké, tehát azt mondja, hogy nem túl sok minden. Igen, egy raktár Darkwaterben, illetve Hawkins családról pár ilyen kis ceruza rajz. Azt mondja, hogy egy shipping label, some of it is unreadable, but I can make out part of the address, warehouse 36 Darkwater. Tehát egy ilyen szállítási címke, a többsége olvashatatlan, de a címet ki tudom venni, 36-os raktár Darkwater. The police report, it says that the fire started in the dining room and claimed the whole family. The police decided on a domestic accident, but they nevertheless insist on Sarah Hawkins' mental frailty. Why? Tehát azt mondja, hogy a rendőrségi jelentés szerint az ebédlőben indult a tűz, és az egész családot elemésztette. A rendőrség úgy döntött, hogy balesetnek nyilvánítja, és mégis Sarah Hawkins mentális állapotára fogják. Vajon miért? Press cutting, an article written about the marriage of Sarah and Charles Hawkins, a businessman from the island of Darkwater, they live... Hülyén néz ki, de le kell hajolnom, hogy el tudjam olvasni. An article written about the marriage of Sarah and Charles Hawkins, a businessman from the island of Darkwater, they live a recluse life there with their only son Simon. Ez ugye egy cikk, Sarah és Charles Hawkins házasságáról, aki egy üzletember Darkwater szigetéről. Ezért életet élnek az egyetlen fiúkkal, Simonnal. Szóval, ja, olyan túl sokat nem tudtunk meg ebből. Legalább egy minimálisat, oké. Okay. Azt mondja, console diary, nézzük csak. Azt mondja, ez szerint akkor van naplónk, és le tudunk belőle vonni következtetéseket. Szóval, Pierce Investigation Agency. Nézzük csak, hogy mi van itt, mivel mozga. Oké. Okay. Szóval azt mondja, hogy... Ezeket, ez 24 október 20, Pierce Investigation Agency, tehát a Pierce nyomozó iroda. The doctor can well repeat to me that I no longer need my remedy to keep my memories at bay, but I know that if I stop, the memories will return. One of these mornings I probably won't wake up. Szóval az orvos folyamatosan azt ismételgeti, hogy már nincsen szükségem a gyógyszereimre, hogy kordában tartsam az emlékeimet, mert tudom, hogy ha abba hagyom a szedésüket, az emlékek visszatérnek, és az egyik ilyen reggel valószínűleg nem fogok fölébredni. Despite the treatment, I again hear voices in my dreams, but they are different, unknown. They seem to surface from unfathomable and ancient depths. What nameless creature is calling me? Szóval a kezelés ellenére még mindig hangokat hallok álmaimban, de ezek most mások, ismeretlenek. Úgy tűnik, hogy valami megfoghatatlan ősi mélységből jönnek. Milyen névtelen dolog hív engem. A strange picture painted by Sarah Hawkins a short while before her tragic death was sent to her father after the artist died. He's convinced that she is the sender. He brought me the painting so that I could examine it. Igen, hogy itt tartunk most. Szóval egy furcsa kép, amit Sarah Hawkins festett nem sokkal a halála előtt, lett elküldve az apjának, nem sokkal azután, hogy a művész meghalt. Meggyőződése, hogy a lánya a küldő, elhozta nekem a képet, hogy kianalizáljam. Azt mondja, Steven Webster, bocsánat, hogy beátrakom magamat a másik oldalra, mert az Istennek nem... tehát Istennek nem látom, hogy mi a radaikos sebbet csinálok, úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől, tényleg egy kis apróság, oké, és tökéletesen jók vagyunk. Szóval, szóval Steven Webster, the wealthy industrialist, came to my office, he wants me to reopen the Sarah Hawkins file, named after his daughter, who died in the fire alongside her entire family. I must examine the documents he complied in order to know more about the case. Steven Webster, egy jómódú iparmágnás eljött az irodámba, azt akarja, hogy úgy renyítsam a Sarah Hawkins ügyet, amit a lányáról neveztek el, aki az egész családjával együtt egy tűzben veszett oda. Át kell vizsgálnom a dokumentumokat, amit említett, hogy többet megtudjak az ügyről. Oké, okay, tehát akkor meg kell néznem a Hawkins file-t, meg meg kell néznem ugye a képet. Hawkins file hol lehet, gondolom a H betűnél. Nem itt. Ja, most már csak a képet kell, oké. Okay. Akkor a file megvan, akkor nézzük meg a képet. Gondolom be fogok kerülni valamilyen szájletítés lószarságba, de majd mindjárt megnézzük. Gyerünk már. Hogy hosszan kell nyomni, oké. Okay. Azt mondja, mi az a szimbólum? Aha. Oké. Okay. What do you make of these elements?
Hogy ennyi, azt mondja, hogy mit veszünk ki belőle, nézzük. Csak azt mondja, hogy you shouldn't take this painting lightly, tehát hogy nem szabad félvágva venni. I read about her mental fragility in the police report, tehát hogy olvastam a mentális gyengeségéről a rendőrségi jelentésben. Something's not right with the story, tehát valami nem stimmel a történettel. Find out about warehouse 36, tehát hogy nézzünk utána a raktárnak. Where did Sarah Hawkins live? Kérdezzük meg, hogy hol lakott, jó? Ja, kérdezzük meg, oké, tökéletes. Darkwater. Never heard of the place. Tehát megkérdezik, hogy hol van Darkwater, ugye, ahol lakott. Oké, tehát akkor Boston partjai mellett egy kis sziget. Igen, ott lakott ugye a férjével, meg a fiával, ezt tudjuk. Igen, tudom, hogy oda kellene megkiderítenünk, azt mondom szépen. Szóval nézzük csak, valami nem stimmel a történettel. You must tell me. Nem, ezt mondom, nem mindegy. What the police suggest about the... Aha, tehát hogy megkérdezem, hogy a rendőrség az miért ragaszkodik ahhoz, hogy a lányával van bajból. Aha. Tehát akkor a csajnak látomásai voltak, értem. Jön az okkult. Ugye sose bántott volna senkit, csak látott dolgokat. Na de ezt hogy érti, ugye? Szóval sose értette, hogy mit ért ez ott. You must find out the truth about her life. Szóval a lánya az különös figura volt, szóval meg kell tudni az igazat az életéről. Tehát akkor nézzük. Something's not right with this story. Her husband was a big deal on the island. Igen, tehát valami nem stimmel a történettel. Szóval azt mondja, hogy a férje a szigeten nagy ember volt, de a rendőrség az a balesethez ragaszkodik. Igen. Tehát, és azt mondjuk, hogy ugye nem olyan egyszerű ez a történet, mint amilyennek mondják. Hát igen, valószínűleg több, mint egy baleset. Ez eléggé fura. És akkor nézzük csak. Az... Unlock Dancer. Oké. Okay. Okay. Tehát ő is azt gondolja, hogy a lánya egy üzenetet akar küldeni. 3 hónap a korábban halt meg, igen. És utána rögtön meg is érkezett az a festmény. Jó van, nyugi, már meg fogom találni majd, hogy miről van szó. Jó, meg fogom találni. Tudjunk meg többet a raktárról. Oké, és igen. És ugye azt szeretném megtudni, hogy a lánya volt-e valóban a küldő. Tehát el kell mennünk Darkwaterbe, meg kell találnunk ugye 36-os raktárat. Rendben van, oké. Okay. Azt többször nem tudom megkérdezni, vagy meg tudom? Az még mindig fehér. Ja, oké, okay. Ezen már túl vagyunk, rendben. Ja, akkor ezt többször meg lehet kérdezgetni, na mindegy, majd mindjárt megnézzük a naplónkat is. Tehát akkor ez ilyen nyomozós, ez legalább annyira hű az eredetihez. Find warehouse 36. Igen, tehát mondjuk a Call of Cthulhu, az eredeti történet az ugye nem ilyen volt. Oké, akkor ennyi az informa, ami nekünk kell, köszönjük szépen. I think I'm beginning to understand. Tehát kezdjük megérteni. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. Oké. Okay. I'm on your side. Let something. Oké, tehát akkor összegezzünk. Tehát akkor egy művész meghal a családjával a házukban. Az egyetlen nyom, egy festmény, amit Darkwater megkészített közvetlen halála előtt. Meg ugye a pletykák, amik róla szólnak. Okay. Okay. Rendben van, kiváló. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Igen, az igen, jó az öreg. Az igen, jó az öreg. Oké. Szóval ugye eddig nem nagyon volt meló, most meg hirtelen ugye ide szakadt, szóval azt mondja, hogy először is konzultáljunk. Nézzük, csak Live for Darkwater. Van-e még valami információ, amit gyorsan itt leírtunk? Imádom az ilyeneket egyébként, amikor ilyen plusz infók megjelennek naplóba összegezve hasonlók. Azt mondja, hogy igen. Jó, tehát hogy ott biztos, hogy találunk majd valamit. Nézzük csak. Nem. Darkwater. Kiről mit tudunk? Azt mondja, hogy Charles Hawkins, 41 éves hajótulajdonos. Charles Hawkins was a local celebrity on Darkwater. The heir of a shipowner family, he used to travel a lot. He met Sarah Hawkins during a trip in Paris. Tehát egy Charles Hawkins egy helyi híresség volt Darkwaterben. Egy
hajótulajdonos család sarja, így nagyon sokat utazott. Sarah Hawkins-szal egy párizsi útja során találkozott. They fell in love, got married, and Hawkins took her to the remote island of Darkwater. They had a child named Simon and lived a very secretive life. Egymásba szerettek, összeházasodtak, és Hawkins elvitte a távoli Darkwater szigetre. Született egy Simon nevű fiúk, és nagyon zárkozott életet éltek. Oké, eddig rendben van. Azt mondja, hogy a Sarah Hawkins, a nő az 33 éves festő. Sarah Hawkins, a painter known for her tortured artistic universe. She was worshipped by the strangers of her work and the rarity of her public appearances. Tehát, hogy Sarah Hawkins, aki a a kínzó művészi világáról volt ismert, a furcsaságát nagyon szerették, és furcsasága miatt is nagyon szerették, meg amiatt is, hogy nagyon ritkán mutatkozott nyilvánosan. I seem to remember that she only once said, I paint what my dreams whisper to me. Szóval, úgy emlékszem, hogy egyszer azt mondta, azt festem meg, amit az álmaim mondanak nekem. Ne legyen parami. Her marriage to Charles Hawkins years ago surprised high society columnist. Wealthy Boston heiress, known for her party going, chooses to follow her new husband and live as a recluse on the island of Darkwater. Tehát, hogy Charles Hawkins-a való házassága évekkel ezelőtt meglepte a magas körökben mozgókat. Egy gazdag bostoni örökösnő, aki állandóan partizni jár, úgy dönt, hogy az új férjét követi, és elzárkodik a világtól a Darkwater szigetén. She disappears from the front pages of newspapers and nobody heard any more about her. Even her death as a fire remained a secret. Only her father, Stephen Webster, continued to seek the truth. Tehát, hogy eltűnt az újságok címlapjairól, és senki nem hallott róla semmit, még a tűzben való halála is titok maradt. Egyedül az apja, Stephen Webster kutatja tovább az igazságot. Akkor mi van még? Azt mondja, hogy Simon Hawkins, 11 éves iskolás, only son of Sarah and Charles Hawkins, he died in a fire that claimed his whole family. Tehát egyet tudunk róla, igazából egy meghalt ugye ott a tűzben a családjával együtt. Ez nagyon ilyen olvasgatós, nyomozós, az ilyeneket szeretem. Azt mondja, file on the Sarah Hawkins case. Igen, ezt elolvastam. Jó, oké, tehát azt mondja, hogy a festmény. This painting depicts a monstrous silhouette threatening a woman and child. Frames can be made out of the background. Stephen Webster, the father of Sarah Hawkins, thinks that this is linked to the death of his daughter. Tehát ez a festmény egy szörnyűséges sziluettet ábrázol, ami egy gyereket és egy nőt fenyeget. A háttérben lángok láthatók. Stephen Webster, Sarah Hawkins apja úgy gondolja, hogy ennek köze van a lánya halálához. Ja, valószínű egyébként rendkívül. Oké, és akkor van nekem egy ilyen Lost Battalion, oké, tehát 1918. október 7-étről van nekem egy ilyen emlékem, ugye régi öngyújtó, igen, azt mondja, 77. Infantry, gyalogsági osztag, aha, emlékére, és azok emlékére, akik ugye ott haltak meg. Nézzük csak, hát találunk valamit még itt infót. Oké, nem. Ez egy megoldott ügy. Még valami esetleg? Darkwater is off the coast. Oké, tehát akkor Darkwater, az ugye igen. 14. század óta lakják, és még mindig. Igen, és még mindig nagyon sok emléket őriz az itt eltűnt törzsekről. Oké. Igen, tehát hogy viszont az itt élő törzseknek rendkívül erőszakos isteneik voltak. A gigantic creature still honors the walls of long abandoned caves. Was it a sea or a dream god? No one knows. Tehát hogy egy hatalmas lény még mindig ostromolja a régen elhagyott barlangok falát. Was it a sea? Tehát hogy a tenger volt, vagy egy álomisten? No, senki sem tudja. But today's inhabitants, the sons and daughters of the fried whale hunters, still remember the mysterious and tumultuous story of their small land off the coast of Massachusetts. De a mostani lakók, a fiai és lányai, a büszke bálnavadászoknak még mindig emlékeznek a titokzatos és temérdek történetre a kis szigetükről. Oké. Okay. Ja, majd oda megyek, köszönöm, csak először megnézem még, mi van itt nekem, jó? Nyugi, majd mindjárt. Ja, semmi, ezek ugyanazok, igazából nem találok semmit. Ránézek szerintem még egyszer a festményre, aztán utána elindulunk, jó? Ha rá tudok nézni, ha nem, akkor nem. Nem tudok. Ott az mi? Gyógyszer? Oké. Okay. Szóval az orvosok akkor írták ezt fel, amikor visszatértem a háborúból, megesküdtek rá, hogy véget vet a rémálmoknak, de egy ideje már kevésbé hat. Oké, hát ez kellemetlen.
Jó, tudjátok mit? Akkor összeszedtünk mindent az égvilágon, valamiért az még mindig villog nekem, de az mi, az mi, az mi. Aha, oké. Jó, rendben van, akkor mindenféle ilyen gyógyszeres cuccot is összeszedtünk. Én azt mondom, hogy ne is nagyon tököljünk tovább, hanem akkor menjünk ki az ajtón, és akkor nézzük meg magunknak ezt a Dark Folder-t még egy pár percben, jó? Meglátjuk, hogy mi sikerül belőle. Nyissad ki? Mondom, nyissad ki? Leave! Azaz, kiváló, menjünk utazni. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Na, a felütése az érdekes az egésznek egyébként. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is ilyen nagyon nyomozgatós és kevésbé akciódús, különben nagyon-nagyon elcseszték. Utána kellett néznem egyébként ennek a stúdiónak, mert annyira ismerős volt ez a Science Studios. Ha valaki esetleg tudná, akkor csináltak egy trónokharca játékot, az egyébként nekem nagyon-nagyon tetszett, még PS3-ra, tök jó egyébként, hasonló feelingje, mint a Walking Dead Telltale-es cuccnak, totálisan tök jó. Illetve csináltak egy Vampire the Masquerade, illetve egy Werewolf Apocalypse játékot. Szintén ugye tabletop RPG-ben, hogyha valaki nem tudná, akkor a Call of Cthulhu-n kívül egyébként a Vampire világa is szintén egy ilyen asztali RPG. Imádom az ilyeneket, gyerekek, nem tudom, basszus, ezen nőttem föl, jó? Tehát én 97-től kezdve fogalmas is mennyi ideig játszottam, most már inkább csak gyűjtő vagyok, és a könyvek azok ott figyelnek a polcomon. De
De, tényleg írjátok meg a kommentekben, hogy kinek vannak hasonló élményei, meg hogy mennyire tetszett nektek ez. Valószínű, hogy nagyon-nagyon elhúzódós lenne, úgyhogy tovább most nem fogok menni, viszont a hangulata eddig nekem tetszik. Nem a legszebb dolog, amit valaha láttam, nem is ez a lényege, de tényleg ez a nagyon aprólékos, nyomozgatós, hangulatkeltő, titokfeltáros dolog, ez pontosan az, amit Lovecraft nagyon-nagyon-nagyon szeretett mindig. Jó, tehát engem első körben meggyőzött, biztos, hogy abban bele fogok nézni, és remélem, hogy ti is, jó? Következő alkalommal is gyertek ide, és továbbra is toljatok egy kommentet, hogyha gondoljátok, illetve küldjetek egy lájkot, vagy egy diszlájkot, hogyha éppen olyan kedvetek van. Az mindenképpen segít nekem, hogy mások is eljussanak hozzám, jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk, legyen szép estétek. Sziasztok!